nagy örömmel jöttem el, és még nagyobb az örömöm, hogy ilyen kedves társaságba kerültem. Én tulajdonképpen túl sok önálló gondolatom nincsen, hanem csak megerősíteném azokat, amiket hallottam. Köszönöm a Helytényi Lacinak, kedves volt főnökömnek a kedves szavait a főzésekről és a evésztetekről. Mai napig is kedvenc témáim közé tartozik a konyhaművészet. Azzal bővítettem ki, hogy ma már a sütőt is elég jól kezelem. Tehát nem csak a sparhertet, a főzőlapot. Viszont nagyon mélységesen alá tudom húzni, amit a kedves Otto mondott el, hogy ilyen szépen egészen gyerekként kerültem föl 57 nyarán fiatalemberként. Ma summáson azt kell mondani, hogy semmit nem tudtunk. Mindent úgy kellett megtudni, hogy egyszerűen fogalmazzak. Az iskolai tudás egy jó alap volt, de kérem szépen, nem voltak szakkönyvek se. Tehát utána kellett minden tudást megszerezni. A mérésről való megemlékezés, hát ugye ők nálunk jóval idősebbek voltak azért, és képzettebbek. Kérem szépen, nem szakkönyvekkel és műszerekkel se rendelkeztünk. Tehát én az egyik, ahogy a Péter említette ezt a bizonyos alkotást a rajzokról, ami egy összefoglaló volt, ugye, a tennivalókról, ugyanilyen fontos volt a televíziós műszerekről írni egy összefoglalót, amivel mérni lehet is azt a tudást gyakorolni menet közben. Amiről szeretnék megemlékezni az, hogy a Hargitában kezdtem én is. Egyszer-kétszer mondjuk közreműködtem az adásba ott is, de inkább azzal telt el az időnk július-augusztusba és szeptemberbe, hogy úgy emlékszem, hogy októberbe mentünk át, hogy fölkészültünk az átmenésre. Tehát mit tudom én, gyártottunk pákat, rafókat, meg ilyesmiket, hogyha majd átmegyünk, akkor vittük magunkkal, meg hosszabbítókat, meg... És kérem szépen, ezek a nagy elődök rám rendkívül nagy hatással voltak. Tehát ilyen régi, öreg motoros rádiósok, tehát mit tudom én, a Gálos bácsi, vagy a Horonyi, hogy kérem szépen meg kell mondanom, hogy nem csak szakmailag, mert most tudom, nem szép dolog, de jobb, ha őszintén beszélünk, sokszor, mint öregeket, megmosolyogtuk a úgynevezett rigolyáikat, mi gyerekek. Ma sokszor rájuk, hogy igazuk volt sok mindenben, sőt, többségében igazuk volt, de az emberi filozófiai nagyságokról csak a legfelső fokon lehet róluk beszélni. Tehát én nekem ez tartozik a legkedvesebb emlékeim közé, és hát nem utolsó sorban, hát én egész közel kerültem a Kalmár János bácsihoz, a családjához is, és nagyon szerettem őt utolsó napjáig. És kérem szépen, kemény időszak volt, de nagyon élvezetes, amikor ott részt vettünk az építésben, és aztán később, mikor megkezdődött a rendszeres üzemeltetés, akkor valamilyen ilyen nem kimondottan, hivatalosan kimondott, de egy ilyen tanulási kényszer volt állandóan az emberbe elplántálva. De a legszélesebb körbe, tehát itt szóba jött most, hogy a Horonyi ugye annyira szeretett fotózni, és én rám nagy részt ugye ő ragasztotta rám. Meg hát azt hiszem, úgy emlékszem, a Magyar Gyuszi volt egy ilyen jelentős fotós. Igen, hát én kérem szépen, én abból egy szép nagy aktatáskát vettem, ugye az erős Tomi,
A gépen meg úgy lett, hogy én vettem meg az Adi Banditól a FET2 gépet, ami mai napig megvan és kiválóan működik, mert mondom se kell, ezek a 1000 éves dolgaim nekem otthon, tehát a konyha kredenctől kezdve a konyhaasztalig, meg a nagymama öntött vas diódarálóig, hát tényleg van, kiválóan működik, hogy de még a Rubin televízióm is megvan. No, visszatérve annyit, hogy tehát ez a tanulási kényszer volt, állíthatom, hogy mindannyiunkban, és ez valamilyen napig, mai napig is tart, az érdeklődést az ember állandóan felszínen tartja. A Hetényi Lacinak említettem egy-két szóban azt, hogy rám a legnagyobb hatása az volt az ő életéből, hogy kérem szépen azt a 24 órát, amit bent töltöttünk, megtanultam tőle, hogy olyan élvezettel lehet azt a 24 óra minden percét hasznosítani, talán azt tudnám mondani, hogy sohasem unatkozott ő, és ugyanúgy vagyok a mai életben, hogy én azt a fogalmat unatkozni, azt nem ismerem. És tehát a másik pedig, hogy a maga a konkrét fizikai tevékenység, sokszor meg kell mondanom, hogy a különösebb gondolkodás helyett is nagyon számottevő. Csak egy példát mondok, hogy a dolgok annyira elavulnak, hiszen 1957-58-ban a hát most nem hivalkodni akarok, hát kényszerűen nagyon szegények voltunk, legalábbis én a magam részéről, tehát távol volt az ember a jómódtól, de ha elmondom azt, hogy 58. január 1-től fölemelték a fizetésemet 22 forinttal. Tehát most addig volt 950, és utána 22 forint, jó, plusz veszélyességi potlék volt. Hogy kérem szépen, egy óriási élmény volt, mikor logarlécet tudtam a kezem ügyébe tenni, mai napig is megvan, hála Isten, egy nagy lécet sikerült vennem, használtam, de most kérem szépen, ha egy mai fiataltól megkérdezzük azt, hogy logarlész, nem is tudja, hogy miről van szó. Na most, a régi dolgok nagysága, ez a fogalom, ez is a Hetényi Laci kedves főnök barátomtól tanultam, mert kérem szépen ő mondott ilyen fogalmakat, hogy te tudod, hogy a EF-12, hogy az egy milyen csodálatos, különös cső, de jó, az EF-14 az egy másik, az se rossz, de az EF-12, szóval, hogy kérem szépen meg a trágyalé szivattyú szopókával. Azonnyi. Ugye? Hogy de? Hát, igaz. Hogy kérem szépen. Hogy a múltnak a nagyszerűségeit, csak egy másik példát mondok, hogy kérem szépen, az én apukám nagyon-nagyon öreg volt, mert én az utolsó gyerek voltam, tehát kérem szépen, ő a barátjával 20-as években már egy nem akarok mostan hazudni, de mit tudom én, 2000-es cündap, vagy mit tudom én, milyen, nem tehet, hogy rosszat is mondom, motorral jártak, és azt mesélték nekem, mint gyerek, hogy jaj, hát mit tudsz te gyerek? Ahhoz olyan készlet volt, hogy még a csapágy öntő is hozzá volt adva, hogy hogy önteni kell útközben, tehát a kovás műhelyben meg lehetett javítani egy fogóval, meg egy csavarhúzóval. És tehát ezek a régi dolgoknak a szeretete valahogy ez akkor rögződött belém, abba az első évben. Feltehetően azért, mert nem állt mindig rendelkezésünkre azonnal minden beszerezhető, hanem magunknak kellett. Most csak egy példát,
hogy leégett a, mit tudom én, az antenna kábelnek a csatlakozója az ötödik, igen, vagy a nyolcadik emelet, egy ilyen bazi nagy alumínium, mit tudom én, hiper-szuper menetemelkedésű valami, és akkor kérem szépen, hát ez nem probléma, a Horonyival lementünk a műhelybe, egy malteros milyen szépen alumíniumot fölolvasztottunk, megvártuk, míg kihűl, betették, a Kálmán volt az egyik például fő esztergás, ő azt mondta, kérd, mit, hát most kuposat kell, hát én azt sem tudtam, hogy melyik, hol kell bekapcsolni. Hú, hát ő kérem szépen, az esztergagép volt a mindene. Na most kérem szépen, tehát ez, hogy magunkra voltunk utalva, nem túl sokan oldalról kérhettünk segítséget, és meg kell mondanom, életem legnagyobb és legpozitívabb élménye az volt, hogy ez a bizonyos tudásnövelő kényszer, a másik pedig a segítőkészség, ami mindig megvolt. Tehát most csak mondok egy példát, ugye, ahogy a Otto említette a Gubányival kapcsolatban, de ugyanígy folyt a későbbiekben, mit tudom én, a nyári szabadságolás. Tehát, mit tudom én, ritkán fordult elő, legalábbis én nem nagyon emlékszem, hogy a Kalmár mondjuk azt mondta volna, hogy hát nem lehet menni szabadságra, hanem kérem szépen, inkább sakkozzuk össze, meg beszéltük, hogy te be tudnál jönni holnap után helyettem, el kéne mennem, mit tudom én, nősülnék, vagy mit tudom én, randi van, vagy valami, tehát hogy egy kis szolgálatcsere. Tehát, hogy kérem szépen, valószínű ez a technikai fejlődéshez hozzátartozik, és a későbbiekben pedig egyetlen egy élményt, ha már a jelenlévőkről beszélünk, tehát én a magam élményéről beszélek, az egyik legnagyobb élményem az volt, hogy a későbbiekben aztán jártak egyetemre a után következő évfolyamból jött kollégák, tehát a Kamis, a, már bocsánat, hogy így mondom, a Horváth Feri, de ne, te csak Kami maradsz, ugye, hát a Gyurka már ugye a fagolyót lelőtte, már nem is tudom mondani. Szóval a lényeg az, hogy a fiúk jöttek egyetem, és kérem szépen, amit az egyetemen tanultak, az nem elzártan tanultak, hanem eljöttek kérem szépen a egyetemről vissza dolgozni, és az egyik ugye hétfői napon, mert akkor még voltak ilyen hétfő adásszünet, meg ilyen, kérem szépen arról tartottak előadást, jelesen a tisztelt Horváth kollega, hogy a kettes számrendszerről egy általunk sose hallott magas szintű eszmefuttatást, ugye, és egy felemelő volt, tehát kérem szépen ugye a... Igen, már lehet, hogy sokan, igen, de én viszont rettenetesen emlékszem, és tehát ezek a nagy élményeim. A másik, hogy ezek a régi dolgokat őrzöm, tehát a szavakat, az emléküket azoknak a kedves kollégáknak, és a tárgyakat is nagyon őrzöm, mondom nekem még a villamos átszálló egy, meg a fogaskerekű bérleteim is megvannak, amivel bejártam. Valahogy semmit nem dobok el, és nagy szeretettel őrzöm, meg a régi kollégákat és azok emlékét. Hát tényleg fájó szíve gondolok azokra, akik már a társaságunkból elmentek idő előtt. Tehát ők is nagyon kedves kollégáim voltak. Nekem például szívemhez közel álló ember volt a Zsóri Vince, ismertem jól a családját is, meg kell mondanom, hogy milyen érintett, de a Stoll Béla, akit ugyan bohém embernek tartottak rettenetesen, és mondjuk hát adott is rá alkalmat, én személy szerint mondjuk nagyon szerettem, és egyetlen egy élményem van, már jóval a halála után, hogy én már nyugdíjba kerültem, és otthon a házunkban egy autóalkatrész üzletet nyitottunk, ahol lengéscsillapító autók és gépeknek, különböző gépeknek a
lengés csillapítóival foglalkoztunk, és azokat árultuk. És kérem szépen, fölkeresett egyszer egy fiatal férfi, mint kiderült az anyával, és rendeltek valamit, és elvállaltuk ugye a szállítás rövid határidőn belül, és közöltük, hogy oda fogunk szólni, hogyha megérkezik a szállítás, és akkor is bediktálta, és kérem szépen Stoll Béla. És én akkor is egy ilyen kacifántos ember voltam, egyből letámadtam, hogy nekem volt a rádióműszaknál egy Stoll Béla nevű kollégám, és most utólag mondom, hogy könnyű, mert kérem szépen teljesen ugyanaz a alkat, sőt, valószínű, ugye ugyanúgy, ahogy a Bélánál és a Gusztinál, ez egy rendellenesség volt, hogy ugye ilyen, mit tudom, nem tudom, minek hívják, szóval valami nyolcszáj, igen, és ugyanaz volt a fiánál is, és utána többször beszéltünk, mert valami biztosítással foglalkozott, és hát egy kedves fiatalember ugye ajánlott különféle biztosítót, én nem mertem megmondani neki, hogy ezeket a témákat én viszont annyira utálom, hogy még hallani is borzadok tőle. Úgyhogy nekem ezek jutottak a múltból eszemben, és nagy örömmel szolgált, hogy visszaemlékezhettem ezekre a társaságatokban.